Mivel a magyarországi üzemanyagárak ismét a szomszédos országok átlagárai felett vannak, a Nemzetgazdasági Minisztérium a napokban felszólította a kúthálózatokat, hogy csökkentsék a benzin és a gázolaj árát. Arról, hogy az árak mérséklése indokolt-e, megosztik a járművezetők véleménye városunkban is. Fog itt mindenki tankolni, bármennyire emelik, ezzel nem tudunk sajnos mit kezdeni. És mit szól ahhoz, hogy esetleg a kormány esetleg csökkenteni akarja, hogy ez jó intézkedésnek tartja? Hát hogyne, persze, természetesen, igen, természetesen. Vannak olyanok is, akik nem tartják jó ötletnek az árak mérséklését, és azt, hogy a kormány beavatkozik az árszabályozásba. Az Isten őrizzen meg bennünket ettől, mert már egyszer átéltük, hogy a szabályozásnak az lett a következménye, hogy nem hogy alacsonyára, hanem egyáltalán nem lehetett benzint kapni, és mi is úton voltunk, hihetetlenül kellemetlen volt. Úgyhogy nem volna szabad ezekhez a dolgokhoz hozzányúlni, sajnos ezt a piac szabályozza. Miközben a benzin átlagára a szomszédos országokban 606, addig itthon 610 forint volt, és kettől pedig már elérte a 615 forintot is a literje a hazai kutakon. A gázolaj esetében pedig a szomszédos országokban a múlt pénteki adatok szerint 611 forintos átlagárat jegyeztek fel, míg Magyarországon kettől pedig már 633 forintot kell érte fizetni, tehát több mint 20 forint a különbség. Ez az árszabás Egerben is hasonlóan alakult, számos kút átlagosan 620 forintért adja a benzint literenként, miközben a gázolaj ára közelíti a 630 forintot. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a napokban ismét felszólította az üzemanyagkereskedőket, hogy mint fogalmazott, a családok védelme érdekében mérsékeljék áraikat, ellenkező esetben kézbeavatkozni a kormány az üzemanyagpiacon. Megkerestük a Független Benzinkutak Szövetségét is a témával kapcsolatban. Gépész László alelnök írásban tudatta, szerintük a mesterséges beavatkozás és az árak mérséklése helyett az erőteljes túladóztatás csökkentése nagyságrendekkel hatásosabb lenne. Mint fogalmazott, a benzinkutaknak nincs már semmi tartaléka, és nem fognak veszteséggel dolgozni. Ha erre akarják őket kényszeríteni, be fognak zárni, figyelmeztetett az alelnök. Megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztériumot is a kérdésben, de híradásunkig nem érkezett válasz, csak annyit tudni, hogy a kormány szerdai ülésén tárgyalta a kérdést.